akkor kezdjük a körbetekintőt 216-os autóbusszal, és akkor ilyen hosszú ágásokkal, mint bár nem akarom magamat ilyenekhez hasonlítani, mint Tar Béla vagy Jancsó Miklós, de most ez ilyen ecsnitből megpróbálom megcsinálni ezt a körbetekintőt. Egy Budapest szeme, itt lehet körbetekinteni, így fölülről a városon, bár azért vannak olyan kilátópontok, ahonnan ezt meg lehet tenni, például a legközelebbi ilyen ugye a Gellért hegy, amin már voltunk, bár ugye csak részlegesen látogatható, mert a Citadellát újítják, és akkor ugye most itt az Erzsébet téren vagyunk, de a mai videó témája az nem az Erzsébet tér lesz, hanem egy másik térre fogunk átmenni, és akkor kezdjük itt a beköszönéssel, átváltunk selfie módba, hosszú vágással, Rikári vloggal jelentkezem, az Erzsébet térről indulunk, ugye a legutóbbi, hát nem a legutóbbi, de az egyik nem olyan régi budapesti körbetekintőben, ugye tőlem jobbra, arra, ahomerre a busz megy, a Hild teret néztük meg, most pedig, és akkor végig sétáltunk itt az Erzsébet téren, de nem álltunk meg, majd egyszer itt is meg fogunk állni, most pedig át fogunk menni velem szembe levő irányba, és akkor nézzük, hogy hogy kell egyvágásból videót csinálni. Ott a Polgárjenő hivatala, a belvárosi önkormányzatnak a Polgárjenő hivatala. Itt a házasságkötőterem a hivatal sarkában. Úgyhogy jöhettek ide házasságot kötni. És igazából vele szemben pedig a kormányablak, lehet jönni, ügyintézni, és ezen az átjáró házon fogunk átmenni, és akkor a kalandvágyóbb nézőim találgathatnak, hogy milyen helyen fogunk körbetekinteni, bár azt hiszem, hogy egy-két percen belül meg fogjátok látni, de azért kicsit föltekintünk erre az épületre, mert ez egy ilyen érdekes átjáróház, szerintem sokan nem ismerik. Én jártam benne annak idején, és onnan tudom én is csak, hiszen a térnek, az itteni tereknek a sétányai nem nagyon vezetnek ehhez az átjáróhoz. Tényleg csak a szűkenvet helyi lakosok ismerik. Nekem egy ismerősöm lakott benne, és onnan tudom, hogy van ez az átjáró, mert egyébként ugye, ha jövünk az Erzsébet tér felől, akkor pont nem ide vezetnek a sétányok, és akkor haladjunk át, egyébként egy ilyen nagyon szép stílusos épület szerintem, egy ilyen modern stílusú, szerintem art deco elemek vannak benne, vagy lehet, hogy olyan stílusú is, de egyébként nagyon könnyen lehet, hogy tévedek, mert azért annyira nem vagyok jártas az építészeti stílusokban, de most ezen a jó kis ilyen átjárón át fogunk menni, és ott szembe már láthattok egy teret és egy szobrot, és lehet, hogy már többen kitaláltátok, hogy hova fogunk menni és hol fogunk körbetekinteni. Itt a ház oldalán emléktábla. Dr. Kapuvári Zelma és Vásárhelyi Magda. Kapuvári Zelma ugye festőművész volt, Vásárhelyi Magda zongoraművész. Nem én vagyok ilyen művelt, hanem ide van írva. Sajnos nem ismertem őket. És akkor nézzünk tovább, és menjünk át itt az átjárón, és nézzük meg a mai videónk tárgyát ott szemben, aminek része az a szobor is. Egyébként, ha ide benézünk ebbe a kis épületbe, nézzétek meg, egy kicsit nézzünk rá részletekre. Látjátok? De most tényleg csak így benéztünk egy pillanatra. A munka után készül a körbetekintő, úgyhogy nem vagyok annyira összeszedett, de azért igyekszem összeszedni magam. Ha megnyerem az Eurojackpotot, akkor itt fogok szépet bérelni. Az a baj, hogy nem játszom, úgyhogy nem fogom megnyerni. És akkor két oldalt. Honnan nézzetek, milyen triciklije van a GLS-nek? Na, ilyet se láttam még. Két oldalt, két neves budapesti magyarországi cégnek a
üzlete található, de először megnézzük gyorsan a 15-ös buszt, ahogy itt elhalad. Szóval két neves magyarországi cégnek a mintaboltja található itt. Jobbra tőlünk a Herendi porcelán manufaktúrának a mintaboltja, balra pedig a Zsolnaié, ugye a pécsi zsolnai gyárnak a mintaboltja. Hát most így nem fogok kirakatot filmezni nagyon, mert azt nem illik, de itt a Zsolnaién ugye zsolnai kerámiából van kirakva a zsolnai felirat, és majd mindjárt meglátjuk, mert kiérünk itt erre a térre itt, ami egyébként a József Nádor tér, és ez lesz a mai videónknak a témája, szemben látszik is József Nádornak a szobra. Itt a téren vannak ehhez kapcsolódó alkotások, és azt is meg fogjuk most nézni. Na hát akkor haladjunk is be a tér közepére, tekintsünk körbe, és akkor utána majd menet közben beszélünk itt a történetekről, mert sok érdekesség van ezzel az egy térrel kapcsolatban is. Ugye egy ilyen téglalap alakú térről beszélünk, és ez ugye Pest történelmi város magjában van. Ugye a régi Pest is itt már létezett. Ugye régen azért ez 17-18. Században még elég kis város volt Pest. Látszik is, hogy azért itt ilyen viszonylag régebbi épületek is vannak, itt ez a kis klasszicista. Aztán vannak ilyen modernebbek, mint amin átmentünk, vagy mint ez itt szembe, ugye a pénzügyminisztérium épülete éppen. Én szerintem valami más minisztérium volt benne régen, egyszer itt még a Gyurcsány idejében voltunk tüntetni. Akkor még máshogy nézett ki ez a tér. De egyébként ez a minisztérium is föl fog költözni a várba. Ugye a vitatott, a sokak által vitatott replika negyedbe, ugye a régi pénzügyminisztériumot újjáépítik vasbetonból, és oda fog költözni ez az intézmény is. Tekintsünk körbe, nem túl jó fényviszonyok közepette. Tényleg elég eklektikus a tér, mindenféle építészeti stílus megtalálható. Például szerintem ez valami neoreneszánsz, vagy valami ilyesmi lehet. Látjátok? És ha körbe nézünk, akkor a hát mifelénk szocmodernnek nevezett ilyen kockaház is megtalálható, és különböző stílusok, egy ilyen eklektikus tér. Hát azért a régi kora újkori, késő középkori Pestnek a hangulatát már nem adja vissza, hiszen azért itt ilyen monumentálisabb épületek találhatók. És a térnek az északi sarkán járnak a buszok, hát az most épp egy ilyen kiránduló vagy munkásszállító busz. De majd megnézzünk egy kék buszt is, mert tudom, hogy azt szeretitek. Úgyhogy így az építészeti jellegű körbetekintés után, illetve még arra a homlokzatra nézzünk rá. Abból az épületből nem készültem. Egyébként itt van velem a kollégám, de már megint azt mondta, hogy nem akar szerepelni. Arra a homlokzatra nézzünk rá, ha ráközelítünk, legalább a buszt is látjátok. Mert az a homlokzat nekem tetszik, de ebből az épületből nem készültem, úgyhogy majd a kommentelők meg tudják írni, hogy milyen épületről van szó. Csak így egy kicsit az épület díszekre ránézünk, mert jó pofa. Míves épület díszek találhatók. Ezzel az új kamerával csinálom most egyébként a dolgot. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lehet vele a szélzajt kiküszöbölni. Ez az egyik, mert elég jó a kamera, vagyis a mikrofonjának az elhelyezkedése. És hát a képe az már most látom, hogy jobb. Egyébként valószínű még ezelőtt a videó előtt látjátok, vagy láttátok, de lehet, hogy csak utána a próba felvételeket tartalmazó videót. Úgyhogy
Úgyhogy most ezt már az új kamerával veszem fel. Néha annyi minden van kiírva az LCD kijelzőjére, hogy néha megijedek, hogy egy áthúzott fényképezőgép van rajta, és hogy egyáltalán megy-e a felvétel. De hát most nem fogok ezen aggódni, mert kiírja, hogy megy a felvétel. Nézzük meg inkább a tér névadójának, József Nádornak a szobrát, aki Habsburg főherceg volt, 1776-ban született, és 1847-ben halt meg. Hát eléggé ellenfényesek vagyunk, illetve nem is ellenfényesek, hanem ugye ráárnyékolnak az épületek, és elég nehéz így felvenni. Szóval József főherceg, később József Nádor, Habsburg főherceg volt, és a legmagyarabb Habsburgnak hívják, mert hogy a hivatalával kapcsolatban nem volt rest megtanulni például magyarul, és hát egyébként Budapestér is, vagy hát akkor még Pest Budáért nagyon sokat tett, például a város rendezésével kapcsolatban sok minden fűződik a nevéhez. Hát konkrétumot megmondom őszintén, hogy nem tudok nektek e tekintetben felsorolni, minden esetre a nevéhez fűződik a Pest városának, a reformkori Pestnek a rendezése, a város rendezés és a város szépítés, és ezt múltkor belebakiztam a Hildtéri videóba, hogy Hild József helyett Hild Jánost mondtam, de az a baki nem volt baki, én emiatt kivágtam, és bele kellett vágni, és ugye rámondtam, hogy Hild Józsefről van szó, mert hogy a Hildteret tényleg Hild Józsefről nevezték el, de ugye neki az édesapja volt Hild János, aki József főherceg megbízásából, József Nádor megbízásából a város tervezésben, akkoriban a 18. század elején, bocsánat, a 19. század elején, 18. végén érdemeket szerzett, és hát Hild József pedig az ő fia volt, és azt a teret Hild Józsefről nevezték el, de az emléktáblán, ugye amikor mentem, Hild János neve is szerepelt, és ezért bakisztam bele, úgyhogy ezennek a dolognak a története lehet, hogy a whitefülűek észrevették abban a videóban ezt a kis bakit, hogy más hangon volt a név bemondva. Na de térjünk vissza itt a történetre. A legmagyarabb Habsburgnak mondták József Nádort, mert hogy még magyarul is megtanult, és hát sokat tett Pest szépítéséért, és hát itt most kellene, hogy legyen egy vágás, de azt mondtam, hogy vágatlan, és hát 1847-ben elhunyt, és már halála után szerettek volna neki szobrot állítani, de hát ez nem tudott megvalósulni, mert ugye jött a forradalom és szabadságharc ugye 48-49-ben, és akkoriban ugye nem volt divat Habsburgoknak szobrot állítani, úgyhogy erre tulajdonképpen 20 évig kellett várni, hogy a kiegyezés után állították fel ezt a szobrot. Egyébként érdekesség, hogy valahol Németországban öntötték a szobrot, mert bronzból van, és 1860-ban hozták Pestre, és a Városháza udvarán állt fa ládában 9 évig, és csak 1869-ben a kiegyezés után állították föl, de akkor aztán nagy csinnadrattával, mert hogy Ferenc József és Sziszi is itt voltak az avató ünnepségen, és utána királyi bált rendeztek, és minden volt itt, és egyébként azt hiszem, hogy akkor kapta a tér, a József Nádor tér nevet. Na hát akkor nézzünk tovább, és nézzük meg a térnek a további érdekességeit, mert hogy tudjátok, hogy ha már erre néz a kamera, akkor pásztázzuk végig a pénzügyminisztérium épületét is, mert ezen is jó pofa épületdíszek vannak, vasak nem a falban, hanem az oszlopon, ugye a kovácsolt vas lámpák, és akkor egy kicsit itt a pénzügyminisztérium épületének épületdíszeire is ránézünk. Az erkély sor az annyira nem érdekes. Ilyen modern kori, de szépen gazdagon díszített
épület. Itt a fekete zászló alatt folytatódnak ezek az épületdíszek. És ennek a stílusából és építészeti jegyeiből sem készültem, úgyhogy tényleg csak ilyen rátekintés szinten foglalkozunk ezzel az épülettel. Amúgy annó itt árnyas fák voltak, de ugye 2010-es években átépítették ezt a teret, egy mélygarázs került alá, ami nem tudom, hogy pillanatnyilag működik-e, mert a elkészülte után sokáig nem nyitották meg, és emiatt a tér árnyas fáit kivágták, és ugye csak itt a térnek a szélére tudtak végül fákat ültetni, hiszen középen a mélygarázs van alatta, és hát nem lenne elég hely a gyökér zónának. Az meg ugye gondolom az építőnek, építtetőnek nem érte meg, hogy mélyebbre tegye a mélygarázs, tehát nem olyan nagyon mélygarázs, hogy egy kicsit így szójátékozzak ilyen rossz rikári viccekkel. De ha itt bemegyünk a térnek az északi oldalára, akkor itt bizony van még érdekesség, miközben háttérben mennek a buszok. Itt bizony van még érdekesség, mert hogy ahogy a téren áll ugye egymással szemben, tulajdonképpen itt az átjáróháznak a itt az átjárónak a két oldalán, ugye balra a Herendi, jobbra a Zsolnai mintabolt, a két nagy neves porcelán manufaktúrának a egy-egy alkotása megtalálható itt a téren, és akkor ez az egyik az északi oldalon, ez a Herendi porcelán manufaktúra által készített életfa, és ha megnézitek, ilyen nagyon szépen díszített történet. Ugye egy fát formáz, de a törzsére is ilyen fa motívumok, ágak, levelek vannak festve, és különböző madarak is megtalálhatók a kompozíción, és akkor tényleg nézzük meg közelebbről. Ez egy sárga rigó szerintem, ami nem rigó. Az talán egy pinty, de egy időben érdekelt a madarászás, de nem tudnám itt most az összes faj szerint megnevezni. Ugye ott van a Herendi gyárnak a címere, és látszik, hogy 2018-ban készült maga az alkotás. A teret egyébként 2019-ben adták át, a felújított teret. És akkor nézzünk kicsit körbe, hogy milyen kis madárkák vannak itt ezen az alkotáson. Közben megérkezett egy turista csoport is. Nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki ez a kis, és nem is olyan kicsi alkotás. Hát egyébként azt elárulom nektek, hogy sokkal korábban szerettem volna már ezt a videót megcsinálni. De például a várba is azért mentünk föl, illetve a Hill térre is azért mentünk, mert hogy ezt nem lehetett videózni, ezeket a díszkutakat, ugyanis télen fel voltak öltöztetve téli kabátba, azaz le voltak fóliázva. Na nem azért, mert bármilyen homoerotikus utalás lenne bennük, hanem azért, mert szerencsére még szobrokra nem vonatkozik ez a fóliázás, csak a könyvekre, hanem azért van lefóliázó ugye telente, hogy a fagytól ne menjenek tönkre ezek a porcelán alkotások, és hát a fóliát már levették, hiszen már nincsenek fagyok, vagy maximum talajmenti fagyok vannak, de hát a szökőkút még nincs bekapcsolva. Hát e tekintetben jobb lenne nyáron megcsinálni ezt a videót, de hát nem akartam már nyárig várni, hiszen így is körülbelül 2 hónapja tervezem ennek a videónak az elkészítését. És akkor menjünk a térnek a déli oldalára. És közben találjátok ki, hogy milyen nyelven beszél a bácsi, az idegenvezető.
Olaszul, spanyolul, románul. Arra van egyébként a Vörös Marti tér. Oda most nem megyünk. Nem is tudom, hogy ott körbetekintőztünk-e már. És akkor itt van a másik díszkút, ami a zsolnai gyárnak a terméke. Vagy alkotása, inkább ezt alkotásnak lehetne nevezni, nem terméknek. Az életfának egyébként van hasonmása, állítólag egy teljesen hasonló van Veszprémben, és valahol még van hasonló alkotás. Ez a díszkút, pedig ez a zsolnai díszkút, ez is egy másolat tulajdonképpen, az eredetie, az Herkules fürdőn található, ugye Erdélyben, de több másolata is van az országban, egyébként többek között Pécsett is, és itt Budapesten is van még belőle, Budán is például, és hát ide is a József Nádor térre is állítottak egy ilyet. Kicsit a részletekbe merüljünk el itt is. Ugye ez se szökik még, de már nincs lefóliázva, mert már nincsenek fagyok. Itt ilyen sárkányfejű vízköpő, és tényleg egy gazdagon díszített alkotásról van szó. Van egy ilyen fölső medencéje. Oda folyik be először a víz, aztán utána ide lefolyik az alsóba. Körbe itt is madarak vannak. Szerintem ezek kócsagok, de nem vagyok benne biztos. Akkor egy ilyen három irányba, ilyen oszlopos, nagyon szép történetről van szó. És hát ott az alsó medencéje ennek a kútnak. Hát egy nagyon szép kis zsolnai alkotásról van szó, és akkor menjünk el végül a videó végére, menjünk el a buszmegállóba szerintem. Én nem hiszem, hogy itt már mást meg akartam nektek mutatni. Hú, ott ültek a padon ketten, és úgy megijedtek a kamerától, hogy elszaladtak. Itt a kamerával megfigyelt kamera. Ezt múltkori videóban is eljátszottam, oda nézzetek. Csak itt is az a kérdés, hogy ki figyel meg kit. Hát akkor nézzünk egy kis... Ott a Herendi. Ott is porcelánból van a felirat, csak itt a tér felé, mi a fene felé. Itt a Herendi. Ott a zsolnai. Ha sok pénzetek van és porcelánt akartok, akkor jöhettek ide nézelődni, kiki az ízlése szerint. Föl tudom még venni a 15-ös buszra, hogy nagyon gyors lesz a kameramozgás. Ott megy a 15-ös busz, ugye az itt fordul, a belvárosban kanyarog. 115-ös már nincs, az már meg lett szüntetve, mert hogy egy viszonylat jobban kiszolgálja itt a belváros, mint a két viszonylatos hangolt rendszer, ami minden nap összeborult. Úgyhogy ez talán tavaly meg lett változtatva. És akkor elmegyünk a térnek a északi végébe. Itt vannak a államtitkároknak a kocsijai. Fogadjunk! Biztos, hogy céges autók. Na, és akkor elmegyünk az északi végébe a térnek. És akkor hát, ha tudunk jóni egy-két buszt is felvenni. Egyébként arra van a mély garázs, mert kezd elfáradni a kezem, tehát ezt a kamerát azért így nehezebb tartani, mint a telefont, de jobban megéri, mert sokkal jobb felvételeket lehet vele csinálni, és hát azért az optikai zoom, mint olyan, azért az sokkal nagyobb lehetőségeket, sokkal nagyobb lehetőségekkel kecsegtet, mint a sima telefonos felvétel, még ha az iPhone elég jó képeket is csinál, egy moduló és egy merci. És hát még hogy nincs kerékpáros forgalom Budapesten, tessék.
Pedig még nincs is olyan nagyon jó idő. No, hát a busz megállóba hogy megyünk el, mert itt a mélygarázs ezek szerint már működik, mert jönnek ki belőle az autók. A busz megállóba talán el tudunk menni. Trafók, mindenek, itt lehet lemeg fölmenni a mélygarázsba. És a térnek az a fele, az ugye napfényben áll. Ugye mögöttem van nyugat, előttem kelet, és délután vagyunk, tehát a nyugati homlokzat van megvilágítva. És akkor tényleg itt nem lehet elmenni a busz megállóig. Tehát, hogy annyi, látjátok, hogy annyi gyalogos teret nem hagytak, hogy tulajdonképpen itt az úttesten kell a busz megállót a térről megközelíteni. Hát ez azért elég neres ez az építési mód. Na mindegy. Hát itt jönnek az állatkodós csávók. Hello motor! És a előbb látott, szerintem az előbb látott GL-es bicikli. Az öltetős busz megálló, látjátok milyen jó pofa? Azt hiszem tavaly a közösségi költségvetéses történetbe megszavazták, azt hiszem én is arra szavaztam, hogy ilyen zöldtetős busz megálló legyen a 14-es villamos vonalán is. Régebben volt közöm a 14-es villamoshoz, ma már nincs. Lobogtatja a szél azt a kis ezét. És akkor nézzétek meg, hogy hanyas buszok járnak itt. Ha nagyon akarnám, tudnám fejből, de nem akarom. Tessék, ott van BKK app. És akkor 16, 216, 105, 210, 210B, 178, és az éjszakaik végül 916-os és 909-es. Hát most nem sorolom föl, hogy melyik hova megy, mert ebben az esetben, ugye nagyon hosszú lenne a videó, egy dolgot akartam még itt a térrel kapcsolatban megmutatni, hogy itt szemben ugye van egy ilyen árkádos rész, ott egy busz. Busz kell a videóba. Szemben van egy ilyen árkádos rész, meg a hátunk mögött is, és itt ez egészen jól funkcionál, ez a közelebbi, ez az Erzsébet tér felé menő kis árkádos rész. Látjátok, még ilyen szuvenír shop is van benne, de a másik oldali az véletlen állapotban van, tehát itt lehet közlekedni, egészen az Erzsébet térre át lehet menni. Látjátok, ott villog a jelzőlámpa, épp most pirosra váltott, megálltak a gyalogosok, de ha visszafordulunk, akkor bizony egy szomorúbb mementót látunk, hiszen a másik oldali annak a klasszicista épületnek az aljában is van ilyen árkádos rész, de az teljes mértékben le van zárva a gyalogos forgalom elől. Látjátok, hogy közben megy le a nap a budai vár mögött, a várat így a felvételen nem is lehet látni. Nézzük még meg azt az árkádot is, mert az egy kicsit így szégyene Pestnek szerintem. Mondjuk negatív üzenettel lezárni a videót nem olyan kellemes, de majdnem elfelejtettem, hogy ezt is meg szerettem volna mutatni. Úgyhogy átsétálunk még erre az oldalra is. Érkezik a 216-os Merci busz, új, azt hiszem tavalyi. És ott jön a 16-os. Nézzétek meg, hanyas? Az is 216-os. 2-2-16-os. Na, hát még ilyet. Jön a 15-ös is. Moduló. Na nézzük meg a modulót, és aztán az árkádoknál elköszönök. Itt ilyen buszkavalkád van. Na, nem kapnak zöldet a buszok.
Meg ott a kocsik. Ez így elég unalmas ez a része a snitnek, de hát ott már villog. Közben beállt egy 210-es is. A buszok nem maradhatnak ki a videóból. Hát akkor a... Na most már jön a moduló. Nézzétek, nézzetek egy modulót. BKV, ZRT. A BKK és a BKV bemutatja. 15-ös autóbusz, Icarus moduló típusát, és nézzétek meg, na ez a rész a szégyen. Régen itt is végig lehetett menni, még így a 20 éve még biztos, hogy átmentem rajta, de most ez így egy ilyen ráccsal le van zárva, és ebbe az a legszörnyűbb, hogy gyakorlatilag direkt egy ilyen gyalogos, ilyen árkádos dolognak épült üzletek lehetnek benne, meg hát azok is voltak valaha. Ha megnézitek, hogy azért elég szép portálok találhatók. Várjatok, csak hát ugye minden össze van graffitizve, meg meg van rongálva. Nézzétek meg, hogy azért elég szép portálok találhatók. Az egész itt van Ebek 30-adjára, amúgy az egész épület ilyen, ilyen urbexes, nézzétek meg, hogy OSB lappal van beburkolva. Ez mi, az plakát vagy graffiti? Az plakát. Gáztól függünk. És emiatt, hogy ez a lezárás itt található, úgy lehet itt csak keresztül menni, hogy át kell menni a túloldalra, és ott van csak járda, és ott lehet közlekedni. Azért egy világvárosban ez elég szégyen, hogy ez a közlekedés hiába van meg a helye, nincs biztosítva. De hát sajnos itt ez a helyzet már hosszú évek óta. És akkor én azt hiszem, hogy itt a naplementében fogok tőletek elbúcsúzni. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Rikári a fényben, Rikári a fény fia. Tartsatok velem a következő videóban is. Írjátok meg, hogy a mostani videók közül melyik város tetszett a legjobban, Budapest, Miskolc vagy Kassa. Fogunk további helyekre is menni, és adós vagyok nektek még zágrábi, meg még romániai videókkal is. Minden esetre most befejezem, és hazamegyek videót vágni, hogy legyen nektek zágrábi, meg romániai, meg miskolci, meg kassai videó. Sziasztok! Csüssz!